Idén is adventi hangulatban gyűltek össze a pécsi sajtó képviselői és a Pécsi Tudományegyetem vezetősége, hogy kötetlenül beszélgethessenek városról, egyetemről, szakmáról. Az év legfontosabb eseményeit az Universitas Televízió segített felidézni egy rövid egyetemi hírekből álló összefoglalóval. Immár 15 éves hagyomány, hogy az adventi sajtószalonon az egyetem elismeri egy-egy média munkatárs szakértelmét, munkáját, mellyel hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. A Pécsi Felsőoktatásért sajtódíjat idén Mészáros B. Endre, a Dunántúli Napló újságírója vehette át. Azt gondolom, hogy ezt az elismerést elsősorban a Dunántúli Napló Korzó interjú sorozatának köszönhetem, melyet 5 éve indítottunk, olyan embereket igyekszünk megszólítani Baranyában, akik nagyon népszerűek a környezetükben, vagy igazi egyéniségek szabadidőeltöltésben, munkában, magánéletben. És azt hiszem, hogy ennek az együttesének a eredménye ez az elismerés, ami egy kicsit talán a Dunántúli Naplónak is szól. Eddig több mint 500 ilyen interjú készült a Naplóban, és az elkövetkezendő 2 évben ezt ki lehetne egészíteni még 150-nel, tehát egy nagyon szép jubileumi ajándék lenne, hogyha egy 650 személy, egyetemi személyből álló interjú kötettel jelentkezhetnénk az évforduló kapcsán. Az eseményen Bódis József rektor úr elmondta, büszkék lehetünk idei eredményeinkre. Hogy melyek ezek az eredmények, arról bővebb információkat hallhatnak rektor úrral készített évértékelő stúdió beszélgetésünkben.